már az etetéshez le tudsz menni? Persze. Akkor jövök más, lezárom a programot és jövök is. Jó, alapodat. Ott várunk. Köszi. Jó. Hát kedves látogataim, ez is benne van a hétköznapokban, hogy néha nekem is be kell ugrani a szápák közé és kisegíteni a kollégákkal. Mi egy csapat vagyok itt, aki együtt dolgozunk már régóta. És most mindenki is átöltözök, és hát megérhetjük a cápákat. Viszlát lent, sziasztok! És most kezdődik. Hát itt a tropikáriumban most éppen 22-23 fok van, nem tudom pontosan, Dávid. Körülbelül annyi? Nem meleg, hozzárok. Kifejezetten hideg. És mivel én késésben voltam, hopp, itt már jönnek a cápák. És mi lesz a menübe ma? Hekket kapnak. Hekket. Hát menjünk hekkezni, látod? Igazi magyar cápák. Ja. Úgy néz ki, hogy lemegyünk itt akváriumba, és lesz a jobb oldalon. Ő nézi a nagy ablakot, igen, a alagút felé kicsit, V alakba ejtetünk, hogy kicsit egymás hátánkra figyelünk, és fölveszük ezt a úgynevezett hentes kesztyűt a védelmünkre. Reméljük elég lesz. És utána persze, hogy minden etetés után kicsit takarítunk a cápák között. Hol van a kesztyű? Kedves látogatóink, akkor megyünk! Kutás! Ami nincs, a két kézben ezért. Dávid, felefele a lagú? Hogy működik? Há,
Hát, jó napot kívánok, újra itt vagyok a felszínen. Tök jó sikerült a etetés, mindenki evett, boldogan. Kicsit stresszezott lehet a helyzet azért, mert körbe kell nézni folyamatosan. És most jön a szokásos takarítás, mert mindig ki kell tisztán tartani a akváriumot. Akkor találkozunk később a neten. Sziasztok!